Üdvözlet mindenkinek, itt vagyok én, meg itt van Klómen. Igen, a nagy net. Igen, és akkor GTA Online ismételten, mert ugye miután múltkor Csicsóékkal megcsináltuk a contract missionöket, hát kiderült, hogyha vár az ember türelmesen, akkor fölállokkolódik telefonhíváson keresztül egy olyasmi itt a játékban, hogy Dr. Drain, itt ide be lehet jönni, Dr. Dre-nek a stúdiójába, és itt ilyen kétszemélyes küldetéseket indítani, amik, hát nem is akármilyenek, mert Franklint és Lamart lehet irányítani. Na, de hát mivel itt várakozunk, és nem nagyon jön a telefonhívás, és lusta vagyok tovább várni, ezért Clowman fog most hostolni, és menjünk be nagyon gyorsan, mert Jézusom, Várjál. Meg azért be se tudok menni, szóval, indítsd a küldüket. Várjál, előtte még át kell öltözzek, mert az a baj, hogy ez nem elég gangsta ez a set. Olyan nincsen, hogy leszedem magunkról a zsarukat. Olyan nincs. Nem el akarom nézni, van-e olyan. Várjál, van olyan dolog, hogy itt nem fognak bennünket sose körül. Hol van? Há, menő! Akkor azt most be is nyomom. Hát nem kell, amúgy is menjünk küldizni. Csak hogyha már itt tartunk, akkor átöltözök, mert hát... Igaz, hogy nem magamat fogom irányítani, de akkor már ne a cowboy szettembe legyek, hanem akkor már átváltok a nagyon menő gangsta szetbe. Na ez nagyon gangsta ez a set. Ennyi gangstább set nem is létezik. És így gondolom amúgy így, hogy így a bejátszásra lesz nagyon benne, de mindegy, azt már megoldom maximum. Ja, de na most... szóval, akkor menj be, menj, nem tudok. Jó van, de te be tudsz majd, mert rámegyek arra, hogy enter with nearby, igen. Tehát, hogy enter with nearby organization members. Oh. Úgy van. Blah. Akkor mégis lesz. Akkor hazudtam. Na. Na, itt van. Hoppá. DJ. Itt van DJ Kaga, mert DJ Poo. Érted? Belenyúlok már a mit? Szájába. Na jó. És amúgy nézd, itt te tudsz vásárolni ruhákat? Ja. Mert itt vannak ezek a új ruhák, amik hát nem néznek ki rosszul, bár nem annyira az én stílusom. Például ezek az új ruhák, ezeket én nem... Egyik se igazán jön be, ezeket nem vásároltam be. És ezzel a karakteremmel se a másik. Mondjuk a másikkal nincs is izé, Majin Sim, de... Nem is tervezek rá venni, mert bőven meg vagyok ezzel. Mondjuk nem rosszak ezek, de meg vagyok igazából nélkülük is. Amíg itt Life Invader özget. Ja. Ja, azt hiszem Franklin is azt szokta csinálni. Úristen, beszorultam. Na. Jó, na. Ide állok mögé, megnézem. Hogy... Ó, figyeld már, mit csinál? Az igen, nem is tudtam, hogy van ilyen, hogy NPC-k járkálnak össze-vissza a folyosókon, kibe mennek, nyitogassák az ajtókat, visznek ezt, azt, amaz. Fel, le, járkál. Itt zarándoskodnak. Na várjál, akkor mindjárt. Enter with nearby organization members. Ja. Na azt hiszem, tudok volt, hogy replay-elem a küldetéseket, mert mind a hármat kibi. Hát elméletbe. Gondolom a replayhez nem nagyon lesz bejátszás, de faszt írodok. Max, hogy bevágok valami generiket, vagy tököm tudja. Oh, jó. És hogyha ide le. Ülj le mellém, igen. És ott van Franklin meg Lamar. Szevasztok, tesóm szék. És akkor, hogyha itt most nyomok egy olyat, hogy enter, hogy smoke special train replay seat kapitál, akkor ha minden igaz, minden fasza lesz. Én is nyomjam azt. Nem, szerintem elég, hogyha... Nyomjad, akkor te is gyorsan. Igaz, biztos. Kiírta, hogy te is csinálod. Ja, igen. Hát jó, hogyha egymás felett ülünk, akkor csak beadja. Úgy de menő amúgy a karaktered így hátravetődött. Hát én is így szoktam, ez nagyon... Ez oda vág. Hoppá. Mi ez? Szerintem most bedob valamibe. Azt látom, ja. Mert... Launching session. Ja, ebédeli a session, szóval itt már valami történik. Na. Ha. Mi lesz? Mi nem lesz? Lássuk. Hey, what's going on? Oh, hello. Megjöttünk-e? Hát, egyszer már bejöttünk pedig. And a little homie here. We own 10-9, homie. What's happening? Alright. Hey, good looking, homie. Come on. Come this way. I'm gonna let y'all up in here. But we got some ground rules. Milyen kis nyugodt ez a DJ Poo.
Hát 50, hát 50 valamennyi éves, akárcsak a Dr. Dre. Dr. Dre az apuka is, azt hiszem. DJ Plus, nem tudom, hogy az, de... Mert tudod, mikor az ember már 50 felett van, akkor már nyugisabb. Nem pörög, mint a villanyóra, mint a lömár, figyeld. Ó, bemutassa, milyen jó ez. Mondjuk igaz, itt már voltunk egyszer, küldetés során. De tényleg amúgy ti nem lepődtetek meg azon, hogy az a bizonyos küldetés, de a pucsókát szín a küldetés végén az kicsit, mint hogy túl hosszú lenne. Hát már mondjuk tudom, bírtuk. Hát bírtam én is, csak hát én kicsit úgy sokaltam. Hangulatos volt legalább. Hát ja, az volt. És akkor, mi lesz, hogy megnyomom ezt a gombot? Az, hogy pofán basztak menni onnan. Ó, figyeld már, Lömár vigye, nyomassa nagyon jó zenét. Figyeld, MC Lömár, a homár. Na, adjuk mindjárt basszust. Ijjaj! Ah! Vírzik a füle. Mondtad így, hogy ne nyújjatok hozzá semmihez. Láttad, nem lett DJ Franklinből, hiába volt keverőpultja. Ó, de majd DJ Pooh az érti a dolgát, ugyed. Lömár mindjárt nyomassa, meg mindjárt freestyle öcsém, azt aztán karakterink is nagyon élvezik majd, mert így rázzák majd magukat, főleg az én karakterem rázza majd a hátsó felét. Flock! Big nuts! Mi a robotikus tánc? Be no witnesses! Ó, hát ez... Nagyon kemény ez a rap. Hát ez jobb, mint izé Big Shaq-nak az egész karrierje. Hoppá. Haszta! Nagyon nyomja. Oda vág. Hamarat hagytuk. Hát már megtaláltuk, már az előbb is itt voltunk, ma itt kell újra játszani a küldetéseket, DJ Pooh. Nem tudtad? Hát pedig mióta vagy már itt? Amióta bejött az update. Na, és tényleg Tanisha. Mert várjunk, 2013-ban játszódik ugyebár az alapsztori, akkor 8 évre rá, meg 2021, akkor itt már Franklin 33 éves? Ja, 33 éves. Csak nem már 30-as éveiben volt az 5-be is? Én úgy tudom, hogy az 5-be 25 volt, bár lehet rosszul tudom. Hoppá. Mi történik? Ja, be vagyunk képződni. Az én karakterem milyen fejet vágott. Ilyen baba fej. A tény az úgy még elmúl az enyém, az meg hű, göci. Azt figyeld, most megy a lélekcsere. Ijjaj. Na, hát az én lelkem az most átszállt Franklinbe. Hogy beleizett, nekem meg Lamarba így mutatja. Lömár a homár, mármint hogy igen. Ez kurva jó, hogy Lamárt kell irányítani majd nekem. Ezt nagyon adom. Hát jó, mondjuk Lömár az viccesebb és balfaszabb is, de hát jó, hát meg őt most irányítjuk. Franklint azt meg már irányíthattuk egyszer. De az akár nem lett szuper képességet. De nekem csak az volt a vicces, hogy néztem a videókban, hogy Lamár ugye összemegy. Mert ugye magasabb, mint az arab player, és így összemegy player méretűre. Várj! Aj, bazd meg is kajak Lamár vagyok, ez kurva jó! Ugye jó? És még az animáció is működik! De érted, a csaj animációk vágod, mert hogy ugye bár... Én meg összementem Franklin méretűre. Igen, én is azt nézem, de... Ez kurva jó, meg az M betűt is meg lehet nyomni, nézd, van. Csak az a baj, hogy a style-t nem lehet változtatni, de amúgy tök menő. Vannak snackjeim, figyeld. Ez kurva jó. Várjál, nekem is van. Ja, van, meggondolom, hogy bár a saját, akkor elszívunk egy ilyet. Igaz, ki se nyitja a száját, mert úgy tűnik, ez nincsen már megcsinálva, de hát most... Na, kit izgat, meg akkor egy sört is gyorsan elfogyasztunk. Aha, mik vannak? Remote Control, Collectible, bla bla bla. Na akkor most Lömárnak a kocsijával, na ott írja ez a Lömár kocsot, a Lömár G, tehát Lömár G, mármint hogy Lömár gangsta, igen.
Nyugodjál le, GGS haircut. Mert mint hogy az nekem... Várj, lámára a first personban, hú, nincs megcsinálva, hogy izé napszemüveg van rajta. Hát jó van, ez ilyen. Na jó. Na te vezetsz, mert ez a te kocsid. Csak te tudsz vezetni. És nézd, ott van hátul Csop. Skajak, itt van Csop-Csop, hát mi jó ízű Csopi. Így lefogja a fegyvert, mi jó ízű Csopi. Így megvakarod így a töltött fegyverre így az orrát. Ez kurva jó ez a... Hoppá, ki frontális ütközés. Ez hát zseniális. Na, be mindenezett, Csoki gangsterek itt vannak. Ó, hogy pont jó zene is megy. Tell it to my heart. Á, ez nagyon jó. Új, de furcsa hangja van ennek a kocsinak. Jó van, már lőm már kocsiját, nem szabad. Csak nem is dumálnak közbe? De, dumálnak most. Most? Nekem nem dumálnak. Nekem igen. Nekem olyan szinten kusba vannak. Nekem most beszélnek, de... Ja, olyasmit dumálnak, most hogy... Ja, most beszél Franklin arról, hogy az új partnere az mennyire jó, akkor gondolom most én rólam, meg te rólad beszélhet, igen. Mert mint a partner, az mindig a GTA Online karakterek, így minden egyessége. Vagy, de érted. És most nagyban arról beszélnek, hogy el kell menni drogot lopni, mert elfogyott a készlet. Nem lehet kikapcsolni a rádió. Hát most ez van. Akkor így, ahogy lenne facecam, akkor most be kéne mutassa egy a YouTube-nak, hogy nem. Mi én akkor is lejátszom a zenét. Ja, nem ezt akartam, hanem fegyvert. És akkor tudok ilyet. Milyen lovpoli súlya van Lamarnak. Hát na. Az a szokott nyúkálni a menyecskékbe, már mint hogy... mutatni. Na, ez az fuck ne. You, fuck the world, fuck the police, fuck the fuck military. The world. Most mi a baj a world, az Excel jobb, már mint hogy... Jaj. Ott vannak a vágósok, most meg kell őket ölni, hogy ellopjuk a drogocskájukat. Júj! Itt vigyázni kell, majd ezek itt nem szabad megdögleni egyszer se. Mert akkor... Mert akkor meghalnak. Ja. Én jobb kiszállok. Fejlőzéket használok. Nem tudok kiszállni, de jó. Ó, gépfegyvert fölkaptam. Ja, tényleg nincsenek normális fegyvereik, akkor már fölszedem. Ez de jó, hogy csajbandatagok itt vannak. De jó, ez kurva jó, hogy Lamart lehet irányítani, hát ez zseni. Ez ilyen story mode kóp, nekem hát a cikle, mert kevés ilyen kópjátik van, így a... Van kettő kópjátikus, és így a karakterék beszélnek egymással. Ez nem tudom kinek az ötlete volt, de... Zseni. Kurva jó. Hát. Mondjam, hogy a két volna, meg fog halni. Azt nem kéne. Várja, vannak snackjeim, hál' Isten. Ezt legalább megtartja a játék. És nagyon beleegettem már itt magam. Hányszor szóltam már fejbe az a csaj? Hűvőd ennek a koponyája, kell árból? Nagyon kezdesz átmenni robotosba, basszakszik a net szerintem. Istenem, kurva faszát netembe. De érted, bazd meg, mit? Nem is használom a semmire netet, be van zárva a Chrome is, a izé, a Opera, meg a minden. Hát bazd, hát ez fasz. Jaj, de ez így nem lesz jó, hogyha ilyen a netten, bár... Szarok rá? Ááá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 
szerintem ilyen nincsenek armorja. Mi a fasz, mit keres itt ez az autó? Mi? Onnan ellő? Hagyjad már, milyen aimjuk van ezeknek. Aimbot. De mi a... Mi a gec... Egy öreg asszony ide jött egy kocsival és itt beállt oda? És aztán így elfutott? Jó van. Hol az az utolsó köcsög? Jaj, hogy ilyen sokan vannak. Ah! Na, Uzi Vibe-ből meg tudtam őket lőni, vagy ez meg tudtam őket lőni. Ezt megfigyeltem, hogy újabban majdnem az összesben ez van, hogyha olyan enemiket spawnol le a játék, amiket csak akkor látsz a minimappontja, hogyha tényleg látod őket, hogyha közel mész hozzájuk. Várjál, jövök Franklin. Gyere Lomár, ne legyél most homár. Mint amikor a Lomar Down küldetésben meg kellett téged menteni. De Shy, ma Michael-le meg a Franklin... Michael-le meg a Trevor-ra. Oh, de itt most az a baj, hogy ez üres. Szóval másik lesz az, vagy nem tudom, de... sajnálatos az a probléma, hogy most nagyban beszélnek egymással a karakterénk, és nem veszik észre, hogy az egyik bandatag az bizony életben maradt.
Hoppá. Megpróbál elmenekülni. Csak hogy nem tud elmenekülni, mert meglátod, miért nem. Ja, már hallom. Az öreg kutya azért még tud. Harap. És az nem enged. Hát. Itt a csopi. Na hát, kinek kell sztori DLC? Hát lehet ezt így... Bejáratom, ott van. Így. Megoldottam, oké? Okay? Ja. Benne csöseg egy csavó, de milyen... Új, milyen drogger kocsik vannak itt. Bár, hát. Úgy ülök be, hogy tudjon... Ó, hogy be kell menni? Be kell menni, ja. Nem figyeltem, csak csopra figyeltem. Hogy állott? Nej. Nem jön be velünk? Hát de azt hiszem bejön. De ott van! Ujjj! Uj. Ez nem volt fair. Baseball ütős. Hogy állt a kis ember? Kis ember. De ugye karakterik egymással beszélnek, ez nagyon adom. Tehát ez nagyon jó ötlet. De miért rózsaszín a fegyvered? Ja, azért már a karakteremnek rózsaszín a fegyvere, és átadódott erre. Mi a fasz? Ó, ott szállítsák a drogocskát abba a... De ha mit kocognak? Hát fussatok már rendesen. Ennyire kiöregedtek. Nem, hát milyen 30 körüliek, ott még semmi gáz nem kéne legyen. Oda pont megállt, hogy gyorsan bejövünk ide. Hát, pont ilyen kapukásodnak el. Hát, már hogy, mintha őszülne a szakella is Franklinnek. Hát jó, ez ember függő, hogy ki mikor őszül. Na, és ameddig itt vagyunk bent, addig most Lömár fel akar, rá akar gyújtani. Áj, most így átbeszélik, hogy tényleg, hogy változott, vagy mindegy a story módhoz képest. Ez jó, ez a kis ilyen, mondd már, ilyen sneak peek, hogy veled tekinthetünk minden nap életükbe, hogy mi van manapság. És ő meghallja, hogy ezek itt hátul veszekednek, és most meghallja, és gyorsan szól a többi vagosznak, hogy hogyha utasok vannak hátul, nyírjátok már ki őket, van baj. Újjaj. Na. Tukkert elő, aztán... Így kell! Mi ez a GTA San Andreas? Hát akkor lenne igaz, hogy haigálnánk a dolgokat. Sofőr ki kell lőni, ez aranyszabály. Ja, csak nagyon rángat ez a szar. Szóval pötyögtetek inkább vele, így működik. Hát, van 400 kulóm, szerintem az... Hát, nem vagyok hű... Nem vagyok túl reális Lamar, mert úgy játszok, hogy gondolkozok. Hát épp ez a baj. És ugye Lamar azért nem szokott, szóval hát az így nem. Hát van neki agya, csak nem mindig tudja, mire azt neki. De ezt nem is tudtam amúgy, hogy... Bármilyen lehet lassan meg kéne jegyezzem ezt, hogy... hogy itt az, hogy itt mint a legtöbb videójátékban, itt nem... Itt máshogy működnek a dolgok, mert hogyha kilövöd a sofőrt, akkor... A mellette levő kilöki őt, és akkor megy tovább. Tehát, hogy én azt hittem, hogyha megölöm a sofőrt, akkor az így örök hatásos dolog, de hát itt nem. De nálam miért ilyen fos motoros fegyver van? Ez a kis motoros SMG. Nem tudom, mellett az nem tudom. Take out the vágos from... Ott vannak-e? Nem tudnak vezetni. Na, hát csak nem jönnek már, el is vérzett, úgy van. Annak amúgy még... életben maradt a sofőrje, csak egy kibaszott balfasz volt, és neki nem közöttetnek. Hogy mennyi női bandatag van így újabban? Hát ja, mi ez? Miért van itt most ennyi női bandatag? Mi ez? Saints Row 2? Én nem úgy emlékeztem, hogy a GTA-ban ennyire népszerűek lennének a női bandatagok, vagy akár a nő rendőrök. Nem, az kár, mert legalább valami színt bevinne a játékba. Na, kifele. Akkor füstöljük ki ezeket a... Értem pisztoly lett a gépfegyverből. Hogy ide tépéztek. Ó. Úr, és megmaradt ezen a fegyveremen is az upgrade hirtelen. Az előbb még nem volt rajta. Hát jó, mert ugyebár ami a karaktereden van, az ezen is. És mivel az én csak... Mivel én most a csaj karakteremmel vagyok, és neki... Mivel tudjuk, hogy a csajok azok szeretik a rózsaszínt. De nem mindegyik fegyverem marad meg. Például az SMG-m az nekem alap.
De nekem az Uzim az például az ugyanaz maradt. A rózsaszín. Szerintem ez ilyen random cucc. Pontosan. Szerintem ez véletlen történt így. Hát jó, ez nem igazság, Franklin. Nem csak Franklin, mármint Lömár kevert téged bajba. Hát te is azért szeretsz bajba keveredni, mikor unatkozol. Legalábbis én mikor játszottam veled akkor. De amúgy ez az eredeti befejezéshez illeszkedünk, ugye, amit terveztek. Most Lamart irányítom. Csak Franklin hát életben van. Hát de ez ellen tehetünk. Igen, igen. Man, fuck you, I see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Opa, jajajaj. Kapta. Na, dugd ki fejed? Amit dugd közben meg lőnek máshonnan is. Meg kell találni a sofőrt. Jaj, az a tetőn van. Opa, az meg a faszom. Ja, azt te vagy már, nézem. Mi? Hoppá. Ez hogy történt? Picsel, nem tudom honnan lőtt meg, de az biztos, hogy meglőtt. Nem baj, volt checkpoint, szóval nincs gáz. Ó, 183-as szintű lettem. Mostában nem nagyon mutassa ki, hogyha szintet lépek. Ez a 183-as szint. Kóbor lövedék eltalálta kis Franklinnek a buksiját. Na tehát akkor. Milyen hülyén néz ki? Ó, AK-47 is van nálunk, nem is tudtam. Én azt használtam, de olyan hülyén néz ki, Lamar megállt egy helyben és így megvan rövidülve a nyaka. Várj, úgy mi van, hogyha megnézem a dialógusba a párbeszédet? Nem tudom. És Kajak Franklin meg Lamar logója van. És amúgy, hogyha megnézed a menüt, akkor izé ott is a Lamarnak a fejét látod, vagy a Franklinét. Ú, várjál, és a telefon is. Ó, Lamar telefonját használom. Én Kajak, én Franklin telefonját használom. Ó, de ugyanazok a kontaktok. Ez mi? Milyen? Job list settings. Ja, igen, ugye azok a kontaktok, igen. Az internetre se lehet fölmenni. Én nem is tudtam egyébként, hogy Franklin ismeri Tonyt, meg Miss Bakert. Hát na. Neki. Amikor kiosztogattam közben itt a kis ilyen raffinált headshotokat. Hát az úgy kell. Ilyen egy lövéseseket. Nyivágós. Nem vágják, mi ez? Ojaj. Fuck these fools. Én is azt mondom, csak... Jó. Gyertek elő a fedezékből. Engedd el a gyereket. Engedd el a gyereket. Kattogósget. De nem hiszem el. Most pedig... Jó van. Oh, nem. Csajé. Hoppá, hogy jöttek a motorra. Jöttek még motorral is. Hát... Áj, te kurva! Leütöttem. Hát úgy szokás. Moment. Várj, oda kell fölmenni, akkor én már stylosan akarok. Hogy? Nem lehet felszállni. Nem lehet felszállni a motorra. Hát... Néha korlátod azért, hogy ne veszítse a cinematic feelinget. Hát mondjuk ez nem cinematic gaming, de... Hát na, olyasmi. Áttransformálódás robottá ismét. Ajaj, milyen robbanások? Felrobbantott valamilyen, nem tudom már mit itt, valami légkondicionáló masinát felrobbantott ez a Chávez. Jó van, itt vagyok fent, felszedem gyorsan a furgonnak a kulcsait, szóval... Nem igazán akartam ugye a headshotra reagálni elsőre. Na most akkor... Na hát most, hogy megvan a kulcs, most már el tudjuk kötni a droggal teli furgont. Hogy megvan. Most a jogam úgy? Assassin's Creed. Figyeld. Oppá, na ott van el a furgon, tele drogokkal. Na, jackpot. Legalább most visszanyerte magasságát, Lamar. Come on, man, you got time for one blunt, man. It's on me, man. You don't want to pass this up. Let's jump back here and get high. Hoppá, hát. Ne már, oda a drog, ne. Fuck! That's fucked up, man. Ez kemény hozzászólás. Hát... Franklin azért nem volt számomra sose érdekes karakter, mindig olyan basic volt, olyan laza. Hát na. Na, laza 5000, jó az.
Meg még azt hiszem, a jutalomban még kap 100 ezeret, szóval 150 ezer. Így kell ezt csinálni. Hát ez teljesen jó. Már ezt a küldetést, ami valamennyire ismertem, de a következőek azok meg már kérdőjelesek, hogy ott majd mit kell. Azt kidobtak ide itt tűként a karakterem. Csak ugyanazt az animációt játssza le, mint amit a Michael játszott le, a szivaros cucc. Hát érted, itt kiül magától a karakterem, nem szeretem, amikor ilyet csinál aztán, hogy itt a tudtomon kívül intézkedik. Hát igen. De itt az a legfőbb gáz, hogy nekem lejött a karakteremről a smink, de miért jött le? Na. Én ezt nem értem. Lejött a karakterem. Egy személyes sessionbe kerültem, várjál, akkor visszainvájtollak. Jó. Úgy csak közben egy dagat meg akar verni. Miért? Hát meg kitéptem a kocsijából. Ja. Vele mindig olyan érdekes dolgok történnek. A fegyvertől vezzük meg már fél. El is felejtettem amúgy, hogy progress will be automatic save, ja. Nem úgy, el is felejtettem, mert sokáig nem GTA-ztunk közösen, hogy neked Social Clubon a Yusuf a profilképet. Hát na, Yusuf. Még csak Yusufot kéne visszahozni GTA-ba. Na az! Az mindent vinni, az túl jó lenne, az túl magas labda lenne. Azt, ja. Ekkorát azért nem, az ma túl sok lenne, az mindent vinni. Hát... De pedig, hogyha Yusufot visszahoznak, jó, azt értem, hogy Luis Lopez nem hozzák vissza nyilván, de... Ha hozzak Luis Lopez-t, én sem merném azért őt visszahozni, mert... Luis Lopeznek a szinkron színész, ahogy kinéz, így ránéznék, és így... Látom, hogy közeledne hozzá, én gyors megölném magamat, mert gyorsan... Ő rosszabbat tenne velem, tehát, hogy... Luis Lopeznek a szinkronizása nagyon ijesztő figura. Azt értem, hogy Rockstar Games hogyan mert egyáltalán, hogy felkeres, hogy nem féltek tőle. Jaj, de elutasítja biztos, tehát. Van a Luis Lopez, az biztos nem hozzák vissza, az 100%. Meg hát tudjuk, Luisnak ott van a anyukája, és hát azért nem akarja őt magára hagyni. Vagy hát, nem tudom, lehet ott vannak a tesájai, és azok majd... Van, hívjál intéz... vissza inkább Sekuróba. Hídlak mindjárt, csak akkor te kigyüttem a hazámból. Mr. Don Ciglione, ez az! Került engem a kocsi. Ilyet se láttam még. Jövök le, és a kocsi nem jön. Nekem van direkt engem kikerül. Hát na, hát ez... Haladás. Örülök, hogy nem tértem ki a hitemből. Hui! Na. Drift még belefér? Á, nem. De most amúgy, hogy átjöttem a te sessionödre, ez így most nagyon jó, mert hogy... Mert igen. Maszkom? Azért, mert most visszajött a karakteremre a smink. Na, itt meg, na, Gangsta Beach, meg a Gangsta Péter Begyün. Enter with nearby organizációs emberek. Mármi tag, igen, de mennyi az idő? 5 óra lesz mindjárt. Jó van. Na. Azt a mindenit. Hogy néz ki ez a csoki néni? Hello. De csak ezt tudod mondani? Na akkor enter with nearby organizációs emberek. Még igazából a nearby friends and crew-ra is rámettem volna, de... Tök mindegy. Aha, azt akkor te most hol vagy? Várom, hogy betöltsön ez a szar. Jó. Na betöltött végre, le is megy mindjárt cutscene. Kicsi cutscene. Jó van, oda leülök mindjárt melléd, azt aztán... Mondom, leülök melléd, azt aztán drogozunk egyet. Rámegyünk a különleges drogra, ami annyira kiüt, hogy ki sem megyünk innen, aztán... Franklin meg Olomar átveszik tőlünk a stafétabot. Na akkor Enter-t nyomunk, azt aztán... Mr. Don Ciglione, ez smoked Lamar Special Strain. Special Strain, ez mennyire jól hangzik. Blah. Végére, hogy elmosolyodott. Hogy hanyat vágta magát a karakterem. Még az enyém meg, hogy elmosolyodott. Őszinte mosoly, nem erőltetett, mint a Nicolas Victor videókban. Már mondjuk ott, hát csak ritkán szerepeltek, de hát mikor szerepeltek, szerintem azok se voltak. Hát életük legjobb szereplései akárhol. Na. Jó, mindegy. Na, launcholják a session-t. Lássuk ebbe a cutscene-ben mi lesz. Fire it up.
Megint leleket cserélünk. Egyesült a lelkem Lamaréval. Ó, és most versenyezni kell. Look, man, getting faded out like that once is an accident. Now you go back for seconds, it's kind of like a choice, man. They in a happy place. Yeah, okay, but what the fuck we doing now? Look, man, the SA's hit my supply the other day. Now we going back and taking they shit out, nigga. Simple as that. But why? We's legal. Ain't Popo supposed to handle shit like that? Man, you sounding more and more like a sneeze IE's itch every day, man. What the fuck wrong with you, man? Fuck you, dude. When you started depending on the police to do anything for us, man? De hogy kamu a játék, nem is így nézett ki Franklinnél, már a motorén átalakítottam story módba. Hát igen. Azóta ő visszaalakította. Ezt csak a motort használja még ennyi év után is. Ilyen jó motor ez. Csak. Nem. Na, akkor most visszavágunk a vagoszokra, mert most a drog. Play of the month! Előbb indultál. Teljesen olyan vagy, mint a... Nem lehet cserélni amúgy? Nem. De lehet. Mi? De muszáj előkapta... Olyan fasz! Hogy előkapta az ugrós kést Lamar? Láttad, már annyira mérges volt, hogy bitch fenyült a zsebébe. I'll meet you up at the first dad's house I told you about. Yeah, alright. We'll see how about I show you the way. Hey, and this is a fair race, nigga. Don't be doing none of that supernatural freaky driving and shit you be doing. Yo. Man, you know what I mean. Tudod, mire gondol most? Ott a story módos képességére Franklinnek. Ja, vágom, a szuper képességre gondol, hát épp említettem még videó előtt, vagy nem tudom már az elején, hogy ugye vannak ilyen utalásgatások, hát biztos így mondja. Ja, azt gondoltam én is, hogy jó ezeket így külön felismerjetni. Hát, jó, meg úgy jön, hogy be van szkriptelve itt egy autóbaleset is, vagy hát nem autóbaleset, de valami olyasmi, vagy nem, most meg nem játszódik le az autóbaleset? Hát hogy nem, hát mindegy. Csak már itt, ott a benzinkútnál az kellett volna, hogy történjen, hogy egy kamion ott kijön, és így egy csomó hordó így kiborul az aszfaltra, vagy na érted így útra. Hogy megy el ott a kis motorkájával? De ez miért néz ki ilyen hülyén? Hát most, na, hagyjál már. Franklin az egy egész okés karakter volt, de mondjuk örültem volna, hogy a sztoriban, mint tudom én, több szerepet is kapott volna, mint tudom én, megtudjuk, hogy az apja az egy gonosz ember volt, és akkor így megtudjuk, mit tudom én, hogy az anyjával mi történt, és esetleg valamilyen személyes vendettát kapott volna Franklin, mert így nem rossz igazából a GTA sztoria, mert így elgondolkodtat, hogy valamihez hittem, meg tényleg nem rossz, csak több, jobb is lehetett volna, mert nagyon ilyen elmegy, ilyen alibi története van a GTA 5-nek. Basszus, megmentem véletlen csávónak, FPS-be vezettem, neki mentem az öreg faszinak. Most kapásból lelőttem, de ez olyan kurva komikusan nézett ki. Hát na, ez ilyen laza dolog. Ez ilyen nagyon menő volt, gondolom. Ez olyan menő, hogy... Mint azok az emberek, akik úgy köpnek le téged, hogy cílt ki se veszik a szájuk. Csak érted, hogy még pluszban rátett nekem ezt, hogy így eszembe jutott, hogy közben Lamart irányítom, és őt irányítva csináltam ezt meg. Hát na, Lamar az homá, amit jó van, na. Olyan halk ez az autója Lamarnak, ez nekem olyan furcsa. Most eszembe jutott a Lamarról azt, hogy volt egy 3D-s Garfieldben egy olyan rész, amikor egy ilyen Jean-t megidéztek, és a Jean az ilyen gonosz volt, és úgy érték el, hogy a Jean az így elpusztuljon, hogy kimondották vele a saját nevét, és az volt, hogy Omar, és akkor Ramo. És akkor na vajon hogyan érték el, hogy kimondja azt, hogy Ramo, hogy kérdezz egy Ramót, az egy jó kaja. Ramo, az miért? De szellemes volt az 3D-s kártyát. Na akkor most
elmegyünk drogot felgyújtani, vagy drogot elszíni, felgyújtani, felnyomni, mármint hogy jaj, ez a lopakodós rész, ahol nem kell. De tudjuk, videójátékok arany szabálya, ahol nem kötelező a lopakodás, az magyarul azt jelenti, hogy nem kell lopakodni. Azért az elején szeretnék, késsel. Jó van, menjünk. Csak kell egy olyan, ahol valaki egyedül van. Hát az a ba... Ott áll egy egyedül. Nyakon akarom szúrni a kis rugós bekével. Melyik? Hát de, egyedül? Észre vettek, hát ez nem jó. Hogy vettek észre? Nem tudom, ez az egyik csávó meglátott, úgyhogy nem is láthatott volna meg. Ingyenes valamilyen játék Epiken, írta a Nimrod. Hát most karácsonyig csomó jár, minden nap van valami ingyenes, nem? Nem lehetne ingyenes a 2018-as Pokémon PC-re. Bassza meg. Kurva szodi. Miért nem adják ki ilyet? Már vagy 3 éves, már mindenki végigvitte streambe, lejárt lemez a játék, PS4-es változat már nem is kap támogatást, simán kijöhetne már PC-re, bassza meg. Úgy mi a faszál, embereket akartak elásni? Ám most miért, te nem szoktál? Ez meg mászik már, mi a fasz történik itt? Másznak ember, ah jó. Hát mászott a kerítésen a pali. Ennek a karakternek olyan volt a bőrszíne, mint a Katalinának volt a Liberty City Stories-ból, olyan szíte. Lömár! Mi vagy? Jó van minden, én is meghaltam egyszer. Nem vagy balfasz Lömár, én is egyszer meghaltam, de balfasz... De fasság! Miért nincs ott a minimappon, hogy hol vannak? Ez egy hülyeség. Hát mi ott voltak a minimappon? De nem, csak akkor jelzik ja, őket, mind hogyha a... közelben vannak, meg lőnek, meg ilyenek. Hát mert realisztikus. De ne legyen! Hát tudom, ez szar. Realisztik van a bik. Na jó van, most akkor legalább lekéselem. Hát... De ott kettő van, az hogy akarod lekéselni. Így. Hát szépen lekéselted, ilyen dobókés volt. De mi a fasz? Felgyulladtak a holtteste. Ja, mert itt van egy kis tíz. Most is megláttak, nem értem, hogy... De milyen aimjuk van ezeknek, ez nem ér. Aimbot. Ilyen messziről eltalálnak. Jézus fasza, úgy leszették a HP-mat, hogy pislogni se volt idő malló, de... Na látod, ezért haltam meg én. De hogy megpörkölődött az ember? Hát annak hép. De... Hogy lehet, hogy ilyen megjéket? Ez amikor magamat látnám pirítom. De ez mindig olyan... kurva jó, hogy éppen az jó, csak... Nem lesebeztek, szia Lömár. Szevasz, büdös vagy. Kurva anyádat Lömár. Nekem legalább van feleségem meg gyerekem, neked meg mit van? Egy ISR-ket. Ja, hát. Ah, már megint mászik ott. Hé, Lömár, hiányzik rólad a sál. Nem. Na milyen sál? Tudod milyen sál? A ne ugass sál. Hogy van, milyen szépen leparkolt? Az a tudás iridlésre méltó. Itt is lesz egy. Aha, tudtam ám. Nem vert át. Na szépen nem bejövünk ide. Bejövünk ide. Így. De hogy össze van membele már, ez kurva vicces így. Hát aha. Na, milyen hangulat ezt most mind fel, most fel el kell színi mind. Ja nem, nem kell. Picsába. Nem lehet szétlőni. Akkor itt valami megoldás lesz. Ja, a gásolin. De amúgy nézd, milyen színű a kanna. Nem tudom, mert ez ilyen olcsó. De sztoriba piros. Hát onlineban is. Ez ilyen olcsó benzin, figyeld. Hát, nem baj, ha gyúlik, akkor jó. El kell nyílik, hogy összeérjen valahol így a csík. Amúgy ennek a benzinnek olyan furcsa fizikája van. Hogy eléggé. Minél több FPS-ed van, annál előbb fogy ki. Szóval, ja. Olyan, mint az ászló. Na így, itt összeérnek a csíkjaink. Várj, még ilyen nagy foltot is hagyok ide, így. Mindenhova egy ilyen nagy foltot. Jó, remélem, menjünk. Jut mindenhova. Várjál meg. Várj, azt a kettőt, azt lelocsoltad, azt a kettőt ott. Mi, ezt a kettőt? Vagy ez három, az nem kell. Azt a kettőt, ami ott van. Hátul. Vagy mi? Hol? Ja, azok, hogy jaj, le lesz. Akkor már fel lehet gyújtani, na menj onnét. Várjál, jó. Nem tudom kigyújtani magam. De rossz. Hát, addig örülj, amíg nem.
Nem égek el. Ez az, meg van csinálva, hogy ne égjünk-e. Hát sebezni sebez, csak nincs effektje. Az nem jó. Se sebez. Na, így ég a gyertya, ég. Akkor Ryder mondja. Most be fogunk tépni, nem merném fogadni. Hát... gondoltam. Már megjelent az effekt. Új. Na, az még el kell égen. És most érzem, hogy ilyen Franklinesen is sétál a Franklin. Az animációkat is megtartották. Na ja, hát na, Rockstar most odafigyel. A Rockstar most kicsit olyan... Lamar olyan meg jó. Ilyen furcsán, ilyen rövid nyakkal. Meg a NPC... Mondjuk... Én eddig egy Rockstar játékban láttam azt, hogy képes voltam ugyebár... úgy irányítani egy karaktert, hogy közben ilyen NPC animációi voltak. Elég hülyén nézett ki. Halló? Kicsikét amúgy olyan Franklin meg Lamar, mint a Bad Boys-ban volt a Will Smith meg a Martin Lawrence. De a Will Smith állandóan ilyen vad volt, meg őrült, de... izé, Martin Lawrence az pedig mindig lazább volt. De itt van hátul a platón a pali! Én nem látom. Ellőttem a lábát. De itt van, nem esik le! Na most leesett. Na akkor menjünk. Ó, itt látom a szép kis Lamar kezeimet FPS-ből. Ó, jönnek a mexikóiak. Jaj, ne, mexikóiak, gyorsan! Oh, hell yeah! Hogy ül ott a Franklin? Ez olyan jó látni. Olyan furcsa a Franklint is kívülről látni. Ja, igen. Hát bár mondjuk sztoriba ezek. Hát sztoriba igen, de ott például nem úgy, hogy vezet. Azt szét lehet lőni ott? Mit? Elgondolom, ja nem, hát de hogy az üres szerintem alapból. Tudom, tudom. Nem megyünk be Trevorhoz, gyors? Van Trevor, hey, ja, azt vágom. Crazy motherfucker. Mindig így hívta Flamak, crazy dude. Hát meg crazy. A vagoszoknak már mindene van, buzardja. Hát, meg, hát életük már nincs, ó. Az kinyílik. Hagyjunk neki egy... nem tartjuk. Egy kis ajándékot. Trevor, ezt azért kapod, mert megölted a Johnny Klebiczet. Várja, van itt izé? Nem, nincs. Ha lett volna nálam molotov, oda dobtam volna. És akkor kijött volna, és akkor megölt volna mind a kettőnket. Egy Trevorral vajon mi lehet már? Nem tudom. Nem, amúgy, hát ugye találkoztunk már... vele. Ugye Trevorral, csak ez még a GTA 5 eseményei előtt volt a sztori szerint. Trevor Phillips. Azóta ki tudja mi van vele. Ja. Michael-lel is. Michael. De várjunk csak, tehát hogyha... ugyebár... a GTA 5 cselekményei... igen. Az előtt játszódott, akkor... akkor karaktereink is már ennyire idősek GTA online karakter. Úristen, meg fogok halni! A szar... Nem áll! Takarodjatok! Jó. De az van, ezen a pont elfelejtettem, hogy milyen geti sokan jönnek ránk, elfelejtettem. Azt le lehet lőni a gömböt lőd már le onnan. Hogy ne lehetne? Miért? Meg kettő lett belőle, mi a fasz? Mi a fasz? Nekem nem. Nekem kettő gömb. Na jó van. Na most már, az is megmozdult, az is befizikásodott. Na mind a kettő gömb gurul, egyik gömb eltűnt. Jó van, de közben meg jönnek. Jó van, már a gömb az fontosabb, mint a vágó. Mármint, hogy... nem. Ó, fasz. Na, jó, hát... itt a kibaszott ninják, olyanok voltunk most. Megdöglött ez is. Na, befele.